Sziasztok srácok, Lippi vagyok, ez itt a Freestyle Fantasy Trikipédia, és itt van velünk Bálint, hogy megtanítsa a... Az elasztikót. Ami egy milyen trükk, vagy csel, vagy mi az? Az elasztikó egy csel, amit a futballpályán tudtok használni. Mondjál nekem ilyen híres labdarúgókat, hogy valami, amikor csinálták ezt a cselt, hogy így hányan alkalmazzák ezt körülbelül? A leghíresebb Momentum talán Ronaldinho nevéhez fűződik, aki egy reklámban használta ezt a cselt, de rajta kívül Cristiano Ronaldo is használta, a brazil Ronaldo is használta, és még sokan mások. Egy nagyon, nagyon jó csel, nagyon hatékony, és nagyon látványos. Első lépés, mikor hatékony ez a csel? Ez a csel akkor hatékony, ha te álló helyzetből csinálod, vagy ha lassan vezeted a labdát. Tehát, hogyha kicsiket tolok a labdához, és mi a helyzet akkor, hogyha éppen mondjuk 30-40 km/órával futok? Abban az esetben nehezebb lesz ezt a csert megcsinálni. Második lépés, folyamatosan vezeted a labdát, vagy áll egy helyben a labda, külsővel hozzáérsz a labdához, és kifele tolod. Harmadik lépés, hogy miközben tolod külsővel kifele a labdát, folyamatosan hozzáér a lábad a labdához. Negyedik lépés az, hogy mikor nagyjából egy lépésnyire kitoltad a labdát külsővel, az utolsó pillanatban visszahúzod belsővel a labdát, és elindulsz ebbe az irányba. Mikor hatékony ez a csel, mi a kulcsmozzanata ennek a csel? Ennek a cselnek az a kulcsmozzanata, hogy nem rakjátok le a lábatokat, miközben csináljátok. Tudnál még mondani további tippeket? Az egyik legfontosabb tipp szerintem, hogy felső teste is bele kell menni ebbe a cselbe, el kell hitetni a védőnkkel, hogy valóban kifele fogunk elindulni külső irányba, de az utolsó pillanatban visszahúzzuk és belsővel a másik irányba lövünk ki. Ez a Freestyle Foci Trikipédia volt, remélem, hogy ezek alapján, a tippek alapján már könnyen megtanulhatjátok a cselt. Iratkozzatok fel hozzánk YouTube-on, Instagramon, Facebookon. Sziasztok! Sziasztok.